Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 6 órakor. Kiesett a magyar válogatott a foci Európa-bajnokságon, miután tegnap este 4 góllal kikapott Belgiumtól. Dzsudzsákék csalódottak voltak a meccs után, de a vereség ellenére a szurkolók most is hosszasan ünnepelték őket Franciaországban és itthon is. Már is jönnek az Európa-bajnokság legfontosabb hírei. Magyarország 1 győzelemmel és 2 döntetlennel, Belgium 1 vereséggel és 2 győzelemmel érkezett a labdarúgó Európa-bajnokság 8-döntőjébe. Már a mérkőzés előtt sem voltak szerencsések a magyarok, Kleinheisler még a bemelegítés alatt megsérült, így hirtelen cserékkel állt fel a kezdőcsapat. A 10. percre megvolt az első gól, a belgák langszabálytalansága után találtak a kapuba. A magyaroknak a mérkőzés folyamán több szép kísérlete is volt, többször is csak centikkel vétették el az ellenfél kapuját. A 2. félidőben felpörgött a játék, és bár Király számtalan bravúros védés mutatott be, ennek ellenére még 3-szor találtak a kapuba ellenfeleink. Belgium a világranglista 2. helyén áll, ők voltak az esélyesek, és az sem lenne meglepetés, ha végül ők nyernék az EB-t. Emelt fejjel távozhatunk, mondta Bernd Stork a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A szövetségi kapitány arról beszélt, hogy az 1. félidőben nem volt elégedett. Nem volt bátor a játékunk. Szerinte az 1. gólt el tudtuk volna kerülni. Stork szerinte a magyarok közel jutottak az egyenlítéshez, ahogy pedig közeledett a meccs vége, egyre több kockázatot vállaltak, soha nem adták fel. Gera Zoltán arról beszélt a mérkőzés után, hogy kicsit elfáradtak a meccsre és naívan kezdték a találkozót. Csalódottak, de összességében semmi okuk rá, hogy panaszkodjanak. Gera Zoltán pozitívan értékelte az egész EB szereplést, és büszke rá, hogy részese lehetett ennek. Szerinte várakozáson felül szerepelt a csapat. A szurkolók szerint is várakozáson felül teljesített a magyar válogatott Franciaországban. Toulouse-ban felállva tapsolták meg a csapatot a helyszínen szurkoló magyarok, és a fővárosi utcai vonulás sem maradt el. A kiesés után is hatalmas tömeg lepte el a nagykörutat. A szurkolók azt skandálták, hogy büszkék vagyunk. A nyugatinál elénekelték a magyar himnuszt, görög tüzet gyújtottak. Több helyen most is elénekelték a magyar szurkolók dalát, a Soho Party az éjjel soha nem érhet véget című számát. A szurkolók a Nagykörúton, az Andrássy úton, a Nyugati téren és az Oktogonnál okoztak fennakadást a közlekedésben. Rendbontás most sem történt. A 44 év után ismét EB résztvevő magyar válogatott veretlenül jutott be a 8-döntőbe, ahol a belgák búcsúztatták a magyarokat. Még a magyar meccs előtt napközben a legjobb 8 közé jutásért csapott össze a francia és az ír válogatott Lyonban. A mérkőzést Franciaország nyerte, az ír szurkolók egyébként maradandót alkottak az elmúlt hetekben. Az ír foci szurkolók ezen a felvételen éppen egy francia hölgynek adtak szerenádot. Mint utóbb kiderült, a lány életmentőként dolgozik Bordóban. Elmondása szerint elolvadt az írek kedvességétől, és élete egyik legjobb pillanataként élte meg. Ennél az alagútnál már a rendőröket éltették az ír drukkerek. Amikor a helyi rendfenntartók arra kérték őket, hogy álljanak fel az útról és térjenek haza, erre nem voltak hajlandóak. Ám azzal, hogy dalolva ismételték meg a kéréseket, még a legszigorúbb rendőrök arcára is mosolyt csaltak. A legemlékezetesebb produkciójukat azonban egy villamoson mutatták be, ahol egy francia apuka ült a kisgyermekében. Az ír szurkolók egy dalt kezdtek énekelni, hogy segítsék elaltatni a gyereket. És bár a felszálló utasokat is csendre intették, a babát a zöld ruhába öltözött vicces férfiak jobban lekötötték, mint az alvás. Orbán Viktor szerint ma Magyarország képviseli a rendet az egyre inkább rendetlenné váló Európában. A kormányfő a budai várban tartott tisztavatáson értékelte a brit népszavazás eredményét. Azt mondta, az Egyesült Királyság kilépése miatt újra kell és újra is fogjuk gombolni az európai kabátot. Rezzenéstelen arccal fegyelmezetten álltak a reggeli 30 fokos hőségben és tűző napsütésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem leendő tisztjei. Az ő fegyelmezettségüket állította szembe Orbán Viktor Európa rendetlenségével. A miniszterelnök szerint a mai rendetlen Európa képtelen megoldásokat találni a határokat ostromló illegális migránsok, a virágzó embercsempészet és a terrorizmus által jelentette kihívásokra.
Orbán Viktor szerint az ezek elleni küzdelemben nagy szerepe lesz a most esküdtett rendőr, tűzoltó és vámtiszteknek is. Minél inkább sikerül önöknek megőrizni a rendet és a rendezettséget Magyarországon, annál nagyobb mértékben javul majd hazánk pozíciója a nemzetek versenyfutásában. A miniszterelnök szerint Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból új helyzetet teremt. Újra kell és újra is fogjuk gombolni az európai kabátot. Orbán Viktor ezúttal egy sok példával igyekezett megvilágítani az új európai kihívásokat. Ha leveszünk egy figurát, akkor az egész játék megváltozik. És ha egy tisztet veszünk le, már pedig az Egyesült Királyság tiszt az európai politikában, akkor mindent újra kell gondolni. Orbán Viktor is részt vesz kedden a brüsszeli uniós csúcson, ahol az Európai Unió állam és kormányfői David Cameron brit miniszterelnökkel közösen tárgyalnak az Egyesült Királyság kilépéséről. A szerdai informális csúcs találkozón azonban már a brit kormányfő nélkül egyeztetnek az unió jövőjéről. Megkezdődtek az újabb skót függetlenedési népszavazási előkészületek, erről beszélt a BBC-nek a skót miniszterelnök. Nicola Sturgeon szerint, ha a parlament megszavazza, akkor London sem akadályozhatja meg a referendumot. Közben már 3 millióan írták alá azt a petíciót, amely újabb népszavazást követel a brit uniós tagságról. De válságban a brit ellenzék is. A munkáspárt vezetője kirúgta az árnyék kormány külügyminiszterét, és több ellenzéki vezető is a lemondását fontolgatja. A görög kormányfő pedig azt mondta, a britek azért lépnek ki, mert a brüsszeli vezetők ragaszkodnak a megszorításokhoz. Ne legyen olyan közös bevándorlás politika, amely rákényszeríti a bevándorlókat az unióra, ezt mondta Rogán Antal az állami rádióban. A miniszter szerint erről szól majd az őszi kvóta referendum is. A miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter szerint abban kell reménykedni, hogy Brüsszelben is meghallják a brittek hangját, és nem csak azokét, akik úgy döntöttek, hogy kilépnek az unióból. A mi számunkra például az egyik legfontosabb kérdés, ami az egész Európai Uniót fenyegeti, hogy mi magyarok akarjuk eldönteni, kikkel akarunk, vagy kikkel fogunk együtt élni a saját országunkban, és ennek a döntésnek a jogát nem akarjuk Brüsszelre rábízni. De ezzel így voltak az angolok is, az angol népszavazási kampányban az egyik legfontosabb kérdés a bevándorlás körüli kérdés volt. Ezt semmiképpen nem szabad elfelejtenünk akkor, amikor ennek a referendumnak az eredményeit értékeljük. Tehát Brüsszelben meg kell hallani az európai polgárok hangját, Brüsszelben meg kell érteni, hogy oda kell figyelni az emberek véleményére, mert nem lehet az emberek ellenében kormányozni az Európai Uniót és az Európai Unió tagállamait. Ez a legfontosabb tanulság. Rendkívüli állapotot hirdetett Barack Obama a Nyugat-Virginiában tomboló árvizek miatt. A napok óta tartó esőzés áradásokat és földcsuszamlásokat okozott. Már legalább 26-an meghaltak az ítéletidő miatt. Gyakorlatilag az összes folyó kiöntött. Az állam 55 megyéjéből 44-ben már korábban rendkívüli állapotot hirdettek. A víz hidakat, házakat, fákat és villanyoszlopokat sodort el. Tegnap 20 ezer embernél nem volt áram. Több településen a háztetőkre menekültek az emberek az emelkedő vízszint miatt. Ott várták a mentőhelikoptereket. Visszafoglalták Faludzsa városát az iszlám államtól, ezt mondta az iraki terrorelhárítás vezetője. A hírek szerint a Bagdadtól 50 kilométerre lévő városban visszafoglalták az iszlám állam utolsó erődítményét is. Faludzsát 2 éve szállták meg a dzsihadisták. Ez volt a legjelentősebb bázisuk Irakban. A kormányerők pár hete indítottak offenzívát a város felszabadítására, a harcokban csak nem 2000 katona halt meg. Faludzsából azonban több 10 000 civil még el tudott menekülni az iszlám állam elől. A családon belüli erőszak elleni fellépés fontosságára hívták fel a figyelmet a budapesti Angyal hírsétával. A szervezők így akartak emléket állítani Seres Barbara fiának, aki mindössze 6 hónapot élt, mert az apja kidobta a 4. emeletről. A demonstráció résztvevői szerint a parlamentnek végre ratifikálnia kell az isztambuli egyezményt, hogy igazi előrelépés legyen az ügyben. A Clark Ádám téren fehér lufikkal a kezükben gyülekeztek azok, akik a családon belüli erőszak áldozataira akarták felhívni a figyelmet. Az Angyal Hír sétával egy gyászoló édesanya, Seres Barbara szeretne emléket állítani mindössze 6 hónapot élt fiának,
akit az apja ledobott egy budapesti ház negyedik emeletéről, majd utána ugrott. A figyelem felkeltés. Szeretném, hogyha az emberek tudomást vennének róla, hogy a családon belüli erőszak intézménye igenis létezik, és ez ellen tenni kell, és ez társadalmi probléma. A szervezők szerint a családon belüli erőszak áldozatai ma Magyarországon nem kapnak megfelelő védelmet. Éppen ezért szeretnének nyomást gyakorolni a döntéshozókra, hogy ratifikálják az isztambuli egyezményt, amely komoly előrelépés lenne a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzésében és felszámolásában. A családon belüli erőszak egyáltalán nem magánügy. A családon belüli erőszak áldozatai ugyanolyan védelmet érdemelnek, mint hogyha egy parlamenti képviselőt, hogyha lejut valaki az utcán, akkor ugyanúgy szankció éri ezt, és ugyanúgy kell szankcionálni. A kezdeményezés mellé áll több média személyiség is, köztük az ATV műsorvezetője Bombera Krisztina. Szerinte is alá kellene írniuk a képviselőknek az egyezményt, hogy gyökeres változás álljon be a családon belüli erőszak elleni küzdelemben. Nagyon rossz helyen állunk. 2013-ban közel 140 vizsgált országból Magyarország a 87. helyen volt abból a szempontból, hogy hol jó nőnek lenni. Ezzel az Európai Unióban a legeslegutolsó helyen voltunk. A Clark Ádám térről a Bazilikához vonult a tömeg, de útközben a Lánchíd közepén megálltak, és 100 fehér lufit engedtek fel, hogy így hívják fel a figyelmet a családon belüli erőszak elleni fellépés fontosságára. Itt a nyári szünet és ezzel együtt a diák munkaszezon is, ilyenkor nagyjából 40 ezer fiatal vállal munkát. A legtöbben árufeltöltőként, pénztárosként vagy hostessként dolgoznak. A parlament egy hónapja szigorította a diák munkával kapcsolatos törvényeket. A zsebpénz szülőknek a támogatása otthon. A tandíjra, meg az egyéb lakás és egyéb költségeket szeretném belállni. A diákok többsége ilyen okokból megy el dolgozni a nyári szünetben. Kristóf és Diana a Balatonnál tölti a következő heteket. Kristóf egy büfében, Diana pedig a vízimentőknél dolgozik. Azért választottam ezt a munkát, mert szerettem volna eltávolodni kicsit az Alföldről, és egy kicsit balatonozni. Általában az egész nyarat lent dolgozom, eléggé rugalmas a beosztásunk, mi alakíthatjuk, hogy mikor szeretnénk, mikor nem. Csak a vízimentőknél több száz fiatal dolgozik a nyári szünetben, mindannyian diákszövetkezeteken keresztül érkeznek a Balatonhoz. Nyilvánvaló, nagyon komoly kritériumai vannak annak, hogy ki, hogyan és miként lehet vízimentő. Egy 9 napos tanfolyam, egy szigorú vizsga, és nyilvánvaló egy jó fit fizikai felkészültség mindenképpen kell hozzá. Rendszeresen 30-40 ezer diák dolgozik a nyári szünetben. Általában egy-másfél hónapra vállalnak munkát 800 forintos bruttó órabérért. A legnépszerűbbek az otthon végezhető munkák, de nagyon sokan árufeltöltőként, pénztárosként, hostessként helyezkednek el. Sok cég címkézésre, csomagolásra vesz fel diákokat, de vannak, akiknek extra elvárásaik vannak. Például ez egy különleges toborzás volt, amikor kínai nyelven nagyon felső szinten beszélő, tehát gyakorlatilag anyanyelvi szinten beszélő szoftverfejlesztőt kerestek az egyik céghez. Hát azért ugye alapból szoftverfejlesztőből is munkaerő hiány van, mint ugye lehet tudni, de még aki kínai anyanyelven is beszél hozzá, hát valljuk be őszintén, ez nem egy annyira tág célcsoport. A diák munkát a munkatörvénykönyve szabályozza, amelyben külön rész foglalkozik az iskola szövetkezetekkel. Májusban jelentős változásokat fogadott el az országgyűlés. Ilyen például, hogy a diákok ezentúl nem munkavállalók lesznek, hanem megbízási szerződés alapján dolgoznak, és fizetett szabadság is jár majd nekik. Amit biztosan lehet tudni, az az, hogy a diákoknak is fog járni ugye a szabadság intézménye, ami annyit jelent, hogy 13 nap után nekik is jár egy szabadnap, egy fizetett szabadnap, itt ugye ez a fontos benne, mert szabadság ugye eddig is járt nekik. Éves szinten 130 ezer diákot érintenek a változások. A törvénymódosítás szeptember 1-én lép életbe. Ammónia szivárgás volt a gyulai húsüzemben, a mérgező anyag azonban nem került ki az intézményből, így a környéken élők nem voltak veszélyben. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyiek mellett Békés Csabáról, Orosházáról és Mezőberényből is jött segítség. Amíg megszüntették az ammónia szivárgást, 200 méteres sugarú körben védőzónát alakítottak ki, így addig be kellett zárni a gyár melletti két nagy áruházat. Az ammónia egyébként veszélyes anyag. Egy kiló lekötéséhez 1000 liter víz kell. Az ammónia az köztudottan eléggé veszélyes anyag, úgyhogy
nem volt veszélyben senki, de egész testet védőruha, tehát átípusú védőruhába kell beavatkozni, tehát ez egy veszélyes anyag. Mostantól nem csak a vízen, de a szárazon is gyorsan tudnak segítséget nyújtani a vízimentők. A Balaton északi partján most állt szolgálatba egy mentőtiszti autó. Ezzel pillanatok alatt olyan helyekre is el tudnak jutni, ahová nem kell magasabb szintű mentőegységet riasztani. A speciális autó és a személyzete ugyanis már helyben tudja kezdeni az életmentő beavatkozást. A felszereléssel együtt nagyjából 10 millió forint értékű mentőtiszti gépkocsi a hétvégén kezdte meg hivatalos működését. A vízimentők így a két sürgősségi mentőhajó mellett most már szárazon is tudnak segítséget nyújtani a sérülteknek, betegeknek. Az autónak a személyzete általában mentőtiszt, mentőorvos és mentőszakápoló, mentőtechnikus. Felszereltségét illetően pedig az esetkocsihoz hasonló, illetve annak megfelelő, sőt talán egy kicsit több felszerelésünk is van. Az autó napi 10 órás szolgálatban segíti a nappali betegellátást, de a hivatalos idején kívül is készenléti szolgálatot ad a személyzete. Az autó nagy segítséget jelent, mert azonnal riasztható a gyors beavatkozást igénylő esetekhez. A személyzet az kimegy, felszereltség eszközök adottak, a beteget ellátjuk a helyszínen, stabilizáljuk, és utána már kórházban tudja szállítani egy mentőgépkocsi, amin ápoló és mentőgépkocsi vezető van. És adott esetben minket tovább tudnak küldeni egy másik feladathoz. Az autót cégek, önkormányzatok adományaiból sikerült üzembe állítani. Általában ott segítünk, ahol a központi források vagy az egyéb bevételek nem teszik lehetővé esetleg a magas szintű működést. Balatoni vízmentők tevékenysége, szolgálata az ilyen, és ezért ezzel az autóval szeretnénk most a szárazföldi gyors betegellátási tevékenységet segíteni. Az autót az országos mentőszolgálat is riaszthatja, így leginkább a tapolcai térségben jelentősen javul az ellátás színvonala. A híradó után most világhíradó összefoglaló után a start Róna Jegonnal, 7 órakor pedig ismét híradóval várom önöket, viszontlátásra.